Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Battlefield 3, végre van indokom, hogy csináljak újra Battlefield 3-at, mert utoljára körülbelül akkor csináltam egy videót Battlefield 3-ba kapcsolatban, mikor megköszöntem a kedves feliratkozónak, hogy nekem ezt odaadott ajándékba egy CD kulcsot Battlefield 3-a kapcsolatban, de most, hogy ugye a napokban ingyenes volt az original a Battlefield 3, így aztán kérem szépen rengetegen letöltöttétek, ahogy láttam, mint kiraktam a Facebookra, rengetegen néztétek meg, és a posztot magát, és gondolom rengetegen le is töltöttétek, mert rengeteg levelet kaptam, hogy hát figyelj már, én itten Battlefield-ezni szeretnék, és bementem és játszottam, de folyton lelőttek. És nekem nem megy ez a játék, és hogy hát mit csináljak most, abba hagyjam, vagy ne hagyjam abba? És tőlem várjátok el részben, hogy megmondjam, hogy ti mit csináljatok, hogy abba hagyjátok-e vagy sem. Nem egy ehhez hasonló levelet kaptam meg, hogy nem megy neki a játék. És úgy gondoltam, hogyha már itt vagyunk, akkor jöjjön Battlefield 3 atom kezdőknek. Jó, én magam sem értem el komoly szinteket Battlefield, olyan 30 akárhányos szinten vagyok. Három játékot fogtok látni, az egyik egy taktikus rás, a másik egy ösztönrás, a harmadik pedig egy kempebb játék. Mindegyikről fogunk beszélni, mit, miért, miért olyan. Mert ez három olyan kategória, amiben Battlefielden belül meg lehet ejteni. Mert három olyan kategória, ami pályaszerkezetenként, ha például rást játszol, meg lehet ejteni egy pályán az összeset, ha szükséges. És úgy nézzétek, hogy például ezen a pályán én TDM-et még egyszer sem játszottam Battlefield-en belül, annyira nosárszkánázzal van tele, úgyhogy szerencsé volt, hogy pont egy ilyen szerverre jöttem föl, mert a tökéletes játékokat fogjátok látni ahhoz, hogy példázzom azt, amit szeretnék mondani, hogy mit szükségeltetik mondjuk csinálni, hogyha az ember meg akar tanulni egy kicsit Battlefield-et, de nem csak Battlefield-et, általánosan mire kell figyelni egy új játéknál, ha új vagy benne. Szóval... ja, erről lesz szó. Úgyhogy vágjunk is bele. Itt most azért gamerek vagyunk mind, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy egy gamer azért legyen sikerélménye. Vagyis általánosan nektek legyen sikerélményetek. Fogunk beszélni egy kis taktikáról, fogunk beszélni egy kis lelkifösről, hogy azért szedjetek már össze magatokat, vagy mi a fene? Nos, srácok, ugye kapom a leveleket így Battlefield, úgy Battlefield, és a többi, és a többi. Hogy nekem nem megy ez a játék, vagy nem tudok vele mit csinálni. Nos, ha valaki valahol megkérdezi tőletek azt, hogy te figyelj, te tudsz zongorázni, akkor mit válaszoltok? Ugye a legtöbb ember ilyenkor azt válaszolja, hogy nem, nem tudok zongorázni. Jó, akkor én ilyenkor szoktam visszakérdezni, próbáltál már zongorázni? Ilyenkor jön a válasz, hogy nem, ugye? És akkor honnan tudod, hogy nem tudsz zongorázni? Szóval remélem értitek a célzást, tehát akkor még egyszer rákérdezek, Battlefield 3-asztál már? Nem. Oké. Szeretnéd kipróbálni? Hát igen. És akkor ugye rádöbbensz, hogy neked nem megy. Na de miért nem megy? Azért nem megy, mert még meg se próbáltál játszani. Igazán. Szóval az első lépés ahhoz, hogy az ember megtanuljon játszani, azt most kiemelem, hogy rettentő módon figyeljétek a játékmenetet, mert időnként szinte majd érdemes lesz visszanézni, hogy mi a fenéről magyarázok, hogy értsétek is a dolgokat. Nos, szóval ugye, hogyha meg se próbálsz elkezdeni valamit, akkor az soha nem is fog menni. Szóval a válasz nem az, hogy nem tudok játszani, hanem az, hogy még meg se próbáltam játszani. Szóval ez így kell hozzáállni, srácok, ha elkezdünk valamit, akkor az be kell fejezni. Meg kell ismerni, bele kell menni, és utána el tud dönteni, hogy ez a te utad, vagy nem a te utad. Szóval így működik ez a Battlefield, vagy akármilyen shooter keretein belül is. Ha jó akarsz lenni, akkor bizony játszanod kell. Függetlenül attól hány FPS-ed van, mert mindenki jött nekem azért is, akinek hány FPS-e van ezen az adott játékon belül. Függetlenül attól, hogy hány FPS-ed van, ha valami tetszik, elkezded, megtanulod, és nem adod fel azért, mert 50-szer leölnek. És amint mondtam, nagyon, én ezen a pályán TDM-et még nem játszottam, fingom sem volt, hogy mi, hogy helyezkedik, spawn rendszer, stb. Úgyhogy remek játék abból a szempontból. Mindegyik játékból, amit látni fogtok, két menetet mentem, mert a pálya amúgy is olyan is volt, hogy a szerver úgy volt beállítva, hogy kétszer ment le egy pálya, ami nagyon hasznos volt. Miért volt nagyon hasznos? Mert az első játék felmérésből áll, tehát első tip, mérd fel. Kezd el tanulni, honnan jön az ellenfél, esetleg hol lőttek le,
esetleg milyen fegyverekkel lőnek, mert a Kill Camp-ban azt is látod. És kezd el felmérni a terepet. A második játék pedig már saját kidolgozott taktikából kell, hogy álljon. Ez itt már a második játék. Rájöttem, hogy ezen a pályán ugye gyakorlatilag akár egy álló háborút is lehet vívni. Ez most egy kicsit ilyen pályataktika. A pálya igen-igen magasan két részre oszlik, rengeteg fedezék van benne. Na most kezdők vagyunk Battlefield 3-on belül, kezdők vagyunk egy shooteren belül. Mi az első teendőd, amit rengeteg-rengeteg videóban elmondtam, hogy mit kell csinálni? Szegeződjünk a pálya széléhez. Hol vagyok? Hol vagyok? A pálya szélén. Most is a pálya szélén vagyok. Miért? Mert nem tudom, hogy mi zajlik a középen. Így aztán gyakorlatilag a pálya széléhez szegeződtem, és ott próbáltam kiszedni az ellenfeleket. A játék sajátosságaihoz hozzátartozik az, hogy néha olyan spawn helyre dob, hogy helyből lelőnek. Ez a játék sajátossága. A játék sajátossága az, hogy más tapasztalt játékosok olyan helyeket ismernek a pályán, ahol például rálátnak a spawnra, vagy rálátnak a spawnhoz közeli utakra, és rögtön ki tudnak kempelni. Ezek a játék sajátossága. Ez nem az, hogy te béna vagy, vagy valami, nem. A játék sajátosságai, a pálya sajátosságai, hogy vannak ilyen játékosok, akik mondjuk már a becsület szikrája nincs, hogy megadják neked az esélyt, hogy kigyere a spawnról. Én is jártam így. És látjátok itt is mi történt. Pálya széle, bejöttem középre, puff, kaptam a golyót a pálya széléről. Na most ennél a pályánál specifikusan, tehát mérjük fel a pályát, mérjük fel a pályát. Van két oldalán egy nyílt terep, ugye két út, ami egy nyílt terep, ott nem szeretnénk lenni. Szóval felismertem ennél a pályánál konkrétan, hogy az ellenfél teljesen gyakorlatilag velem szemben van, ahova nagyjából most nézek. Így aztán az azt jelenti, hogy a pályának az egyik szélén szinte teljesen szabadon tudok mozogni, mert a csapattársaim ott mozognak. Ez mit jelent? Az, hogy nem muszáj ragaszkodnom a pálya teljes széléhez, hanem az egyik térfél teljesen a miénk, és akkor bemozgulhatok középen. Rengeteg fedezék volt középen, ezért felismertem, hogy középen én, mint egy kezdő ezen a pályán, nyugodtan el tudok bújni és felismerni a helyzet adta lehetőségeket, mint ahogy itt is látjátok konkrétan. Szépen bejöttem középre, egy-két killt megszerzek, és aztán el van döntve a dolog. És a végén meglátjátok a statot, ha tetszett az az eredmény, akkor így kell elkezdeni játszani egy kicsit Battlefield-et. Szóval Atom kezdő vagy egy Battlefield 3 vagy egy Battlefield pályán, első játék abból áll, hogy felmérsz. Olyan leszel, mint egy kis baba, tehát mész jobbra-balra, azt se tudod, hogy mi van. Velem is pontosan ugyanez volt. A következő pályán már elkezdtem látni, hogy az ellenfél hova spawnol, hogy nyomul, és milyen útvonalakat használ. Igyekeztem elkerülni a nyílt terepet. Honnan tudod, hogy egy rossz helyen állsz? Onnan, hogy megállsz azon a helyen, elszámolsz magadba 3-ig, és ha kapod a golyót, akkor rossz helyen állsz. Ha jó helyen állsz, akkor 5-ig is el tudsz számolni. Akkor ott már kezdhetsz valami. Szóval a következő nagyon fontos és kulcsfontosságú szerep Battlefielden belül a radar. Két szemszögből. Ha lőnek rád, azonnal felvillannak a radaron, és látod, hogy merre fognak mozogni. Második szemszög. Ha lősz, felvillansz a radaron. Tehát már tudod, hogy valaki jön rád. Nem olyan, hogy há, vajon jön-e rám valaki, nem. Valaki jönni fog rád. Tehát így kell hozzáállni a dolgokhoz. Tehát nem az, hogy hú, lehet, hogy ezt megúsztam, mert eltelt 3 másodperc, még nem jött senki. Nem. Valaki jönni fog, érted. Mindig jön, érted, mert felvillantál a radaron, és ez egy gyors játék, és felvillantsz a radaron, jönni fognak, érted. Battlefield 3 sajátossága a TDM-en a spawn rendszer, ha nem vigyázol, rögtön mellé dobja az ellenfelet, az első másodpercben rögtön mellé dobja az első ellenfelet. Nos, még egyszer összefoglalóan, mit is tanultunk meg az első játék kapcsán. Elkezded és megtanulod, az az első lépés. Nem adod föl két játék után, nem. Elkezded megtanulni, de hogyha már játszol, akkor helyből memorizálj. És ne 64 főre menjünk, kérem szépen, mert az káosz. Menj 24-32 főre, ha kezdő vagy, és ott tanuld meg, mert van időd látni a pályát és az ellenfél mozgását. Később ráér a 64 fő. Tehát,
elkezdesz tanulni, kitartasz a dolgok mellett, figyeled a pályát, figyeled a radart, és elkezdesz felmérni a terepet, hogy milyen szögekben mozgolódhat. Mozog a pálya külső részén. Mozog azon a területen, ahol az ellen, ahol a társaidat látod a mozgolódni, az a te mozgás területed. Szóval így kell hozzátenni. Amit itt láthattok, most ez a játék szintén egy második játék, ugye a második körre, Noshaskan, ez a legtipikusabb TDM pálya, hogy úgy mondjam, mert nagyon szeretik az emberkék. Egyrészt azért, mert nagyon adrenalindús szerintem, és nagyon ösztönökre hagyatkozik, úgyhogy akinek jó reflexe van, az ezen a pályán nagyon ki tudja élni magát, legalábbis TDM szempontjából a pálya többi része elég nyílt terepes, és ugye kempelősebbre is lehet fogni. De ugye TDM lévén szól, ugye ezen a pályán is mit kell figyelni? Két széle van a pályának. Ugye mit kezdőnként mondtam nektek, hogy pálya széléhez ragaszkodjatok. Na de azért a pályának, ennek a pályának a két széle, tehát hülyék sem vagyunk, a két széle viszonylagos nyílt terep. Nem szeretünk nyílt terepen lenni. Ezért megnézzük, hogy valójában meddig tart ez a pálya. És látjuk ezt a sok konténert, úgyhogy a konténerek egyik szélétől a másik szélétől tart valójában ez a pálya. Mert aki kimegy a két legszélesebb nyílt terep szélére, az gyakorlatilag halott. Mert meglátják, azonnal is lelőik, szóval így kell gondolkodni. Na most ugye az előző pálya, amit láthatok, az egy taktikusabb pálya volt, jobb buszkákkal, ráláthatósággal ki lehetett taktikázni az ellenfelet. Ami azért jó, mert megtanít egy kicsit használni az agyad. Ez a pálya miért jó? Hogy edze a reflexédet, hogy felpörgesse az agyadat, és úgy tanítson meg eljátszani, hogy érezd a pörgést. Erre kell például ezt a pályát kihasználni. Hülyék sem vagyunk, ugye? Vagy a gamerek vagyunk, bár lehet, hogy nem Battlefield-eztél, de játszottál már néhány játékkal, ezért az adott pályára, könyörgöm, az első részben ne shotgunnal akarj menni. Szóval a shotgunhoz, akármennyire, akárki hogy noobozza a shotgun, a shotgunosokat, a shotgun az egy skill játék, ahhoz kell némi tapasztalat. Tapasztalat, a skill nem azt jelenti, hogy tehetség, az azt jelenti, hogy tapasztalat. Tapasztalat kell. Szóval választál egy olyan fegyver, mint például itt. PP2000, tudom, kezdő vagy még. Ajánlom az MP5K-t. Brutális fegyver. MP5K, Red Dot Sight, Laser Sight. Bár inkább ne használjátok lézer, csak egy sima Red Dot Sight-ot rakjatok rá. Brutális fegyver. MP5K. Menjetek. Miért? Mert gyorsan lő. Kis fegyver. Gyorsabban mozogsz. Gyorsan lő. Halálos. Néha még shotgunok ellen is halálos. Szóval választ ki az adott pályára a megfelelő fegyvert, megfelelő kiszerelésben. Ha nem tudod, hogy mi az, rengeteg videó mondja el neked, hogy milyen fegyver, mire való az interneten. Szóval tanulási folyamat. Szóval ez a pálya például Noshaskan egyik konténer széltől a másik konténer széléig lak. Tudom, hogy azt látjátok, hogy rengeteget mozgolódok középen, ezért ne haragudjatok, én már benne vagyok egy kicsit magába a játékba, ismerem a játék mechanizmusát, és most egy kicsit arról is fogok beszélni, a spawnról. Hogyan működnek a játékosok? Ugye általában a pálya szélére spawnolunk. A játékos ösztön egyet diktál be középre. És amikor beértünk középre, meg kinyírtunk mindenkit, elkezdünk kifelé nyomulni. Tehát ez az ellenfélnek a tipikus mozgás. Amikor téged lelőtt középen, elkezd kifelé mozulni, hogy a spawn kempelje. Na most egy kicsit gondold végig, amit mondok most. Na most te vagy az játékos, éppen beszponoltál a szélről, és mint a többi birka, ahogy ez szokott történni, elkezdesz te is befelé menni középre. Amivel még alapvetően nincs semmi baj. Csak gondold végig, mint kezdő, neked van-e akkor a tapasztalatod, hogy a káoszt, ami középen van, azon ki tud igazodni? Na most, nincs többnyire. Ugye ezért az elején, mint mondtam, ez a pálya egyik konténerszéltől a másik konténerszélig tart, még mindig maradj a pálya szélén. Látod, hogy a társai így nyomulnak be középre, az azt jelenti, hogy mindenkit megölnek ott, és a játék kénytelen őket külső részekre spawnolni. És hogyha te egy külső részen vagy, nagy esélyed van arra, hogy valahova oda spónol majd az ellenfél valahova eléd.
és te kényelmi szempontból őket le tudod lenni, úgyhogy körbe-körbe mész kívül a pályán, és szépen sorjába szedett ki először csak azokat, ugye, akik lemaradtak, akik lassúbbak, és így elkezded, így kezded el megtanulni a spawn rendszert. Utána később elkezded szépen befelé menni középről, nagyobb a káosz, mert már jobban tudod kezelni. Ez egy intenzív pályákra való, ez 64 szerve fős pályákra való, 32 fős kis pályákra való, ahol pörög a játék. Szóval mindig menj a pálya szélén, hogy átlásd a pályát, hogy kezd el megtanulni a spawn rendszert. Olyan is van, hogy nem is kell előnöd, csak lásd az ellenfél mozgását, srácok. A dolog lényege, van egy veled született tehetség, ami nagyon jó. Shooterek esetében annyit jelent, hogy precíz vagy az egérrel, és meg tudod, le tudod nyomni az egér gombot, és akkor tudsz lőni, és akkor ez el van intézve, de a pálya megismeréseivel nem születünk magunktól, azt meg kell tanulni. Nos, mit láthatunk itt? Ez a kempelősebb játékom, ha úgy mondjam, egy defenzív játék, hogy miért jutottam el odáig, hogy végül egy kempelős játékot csináljam, mert megint csak megvizsgáltam, hol mozgolódik a csapatom. És a csapatomnak a 80-90%-a ebben a házban mozgolódott. Tehát akkor nem leszek hülye én egyedül kimenni az ellenfél közé a konténerekbe, hanem inkább vagy megvárom, hogy ők jöjjenek, és szépen kényelmesen papapam leszedem őket, és el van intézve, vagy ha látom, hogy a csapatom nyomul, akkor én is elkezdek velük nyomulni. És akkor jöjjön a következő technika, ugye Battlefield 3-ban rettenetesen fontos a másik dolog, a hangok. Nagyon figyelj a hangokra, vegyél fel egy fülest, de figyelj a hangokra. Elengedhetetlen a hangokra figyelni. Miért? Mert hallod, hogy a társaid lőnek, és látod, hogy a golyó repül. Mi fordul meg ilyenkor elsőnek a fejedbe? Hova az Istenbe lő ez? Mire lő ez? Rögtön kezd el keresni te is. Egy, ellophatod a killjét, kettő, láthatod, hogy ki lő rá, és esetleg segíthetsz neki. És meg tudod szerezni azt a bizonyos killt. És ha látod, hogy a társad lő valakire, és ő meghal, az azt jelenti, hogy az ellenfél már meg van sebesülve, neked pedig egy golyódba kerül, hogy lelőd. Szóval nagyon figyelj a hangokra, a golyó nyomokra, hogy merre mennek. Főleg az én például a gránátot Battlefield-en belül 3-4, mindegy, hogy melyik, egyszerűen csak szonárnak használom. Miért? Mert eldobom a gránátot, és az ellenfél már visít, hogy gránát, és már is tudom, hogy hova kell menni. Szonár. Tehát nem gránát, szonár. Tehát így kell gondolkodni egy kicsit. Az ellenfél mindig hangot fog kiadni. Azért rakták bele a játékkészítőket, hogy tud, hogy hol helyezkedik az ellenfél. De soha ne veled el, hogyha az ellenfél karaktere beszél, a tied is. Szóval mindig jön érted valaki. Mindig figyeld a radart, mindig figyeld a hangokat. Ez elején kezdőként ragaszkodj a pálya széléhez, hogy a lemaradókat, az utolsókat, az újonnan spónolókat kiszedd. Ne menj be a káoszba. Tudom, hogy vonzó, tudom, hogy ott az akció. Ne menj be a káoszba. Azért mondom ezt, hogy tanuld meg a spawn rendszert. Mert amikor benn leszel a káoszban, mikor később jó játékos leszel, akkor gyakorlatilag a spawn rendszer ismerete lesz az, ami segít neked abban, hogy ne lőjenek majd hátba. És így tanuljuk meg a spawn rendszert a pálya széleinél. A legjobb spawn rendszer oktató, hogy úgy mondjam, az a Conquest, mert amint elkezdesz foglalni egy pontot, már is a pálya széleire kezdenek el spawnolni, és meg is tanulod, hogy nagyjából hova spawnolnak, úgy könnyen. Nos, de TDM esetében, általánosan egy pálya szerkezetet esetében, a széléről, Rush esetében is próbálj meg flanking. Hányszor halljátok ezt Level Cap X-Factor videóban, flanking, az azt jelenti, hogy oldalról szépen betámadsz, és esetleg bekerülsz a hátuk mögé, ha addig el tudsz jutni. Szóval gyakorlatilag ez egy alaptechnika, mindig a pálya széléről, ha kezdő vagy, de még ha tapasztalt vagy időnként, akkor is kénytelen leszel a pálya szélére menni, hogy kezd átlátni a játékot és a pályát. Egy kicsit beszélünk a lövésről és fegyverekről, és amit látjátok, rettenetesen módon szórnak a fegyverek, és vissza kell fogni azokat a fegyvereket.
Azért adtam egy acogot, hogy ez látható legyen. Hogy milyen szinten, de gyakorlatilag szabályosan húztam vissza az egeret, hogy ne lőjek fölé, de még így is sokszor ugye nagyon nehéz volt lőni. Ez most akkor is történik, hogyha red dot sight van ám a fegyvereden, és te nem úgy látod, hogy úgy történne ez, akkor is történik. Csak a acoggal jobban látszódik, hogy mi történik, tehát a fegyverek rángatnak. Sokszor látjátok azt, hogy az ellenfél letérdel lövés közben, azért mert ugye precíze, pontosabb lövést tud leadni. Én nem javaslom ezt a technikát, mert gyakorlatilag egy helyre vagytok ítélve, és hogyha egy tapasztaltabb játékos jön, annak könnyű falat vagytok. Tehát én azt mondom, hogy kezdőként sem, vagy ha látjátok az ellenfél térdel, ezt a technikát ne tapuljátok meg, mert ez halálra ítélt egység Battlefieldben, még BFBC 2-ben bevált valahogy, én is ott tanultam meg, hogy ilyen mennyivel precízebben lehet lőni, de Battlefield 3-4-ben például már nem az igazi technika, hogy jobb állni gyakorlatilag. És amit láthatjátok, amint itt ki is mozdultam egy kicsit a házikóból, már azonnal leszettek. És akkor ugye, hát jó, hát ha a csapatom már itt mozgolódik és itt csinálja a dolgot, akkor kénytelen leszek én is itt lenni és bevédeni. Azokat a bizonyos pontokat kempelni. Nem úgy kell, hogy állunk egy ablakba premier plán, hanem az ablak szélénél állunk, és nem mutatjuk a teljes testünket. És nem azokat szedjük le, akik szembe jönnek, hanem azokat, akik oldalt, azért, hogy mi ne látszódjunk az ablakba, csak a kiröppenő golyók. És kempelni nem úgy kell, hogy folyton csak azt az egy helyet nézzük, hogy na most onnan jön az ellenfél mindig, és csak oda irányítjuk a fegyvert, és meg sem mozzunk egy helyről, nem. Kempelni úgy kell, hogy néha nézzünk a hátunk mögé, és hogy néha mit jelent? 10 másodpercenként nézzünk a hátunk mögé, és meggyőződünk arról, hogy senki nem jön és támad ránk. Nos, remélem hasznos tippek voltak, tehát még egyszer röviden elmondom, kitartasz, tanulsz, felismered a pályaszerkezetet, használod a radart, megtanulod, félszem a radaron, használod a hangokat, figyeled a golyó mozgást, a pálya széléhez ragaszkodsz, az elején te miért hasznos ez, mert megtanulod a spawn rendszert, megtanulod, hogy hova spawn az ellenfél, és milyen mozgáskultúrát vesz föl. És így gyakorlatilag elkezdesz megtanulni, átjárni a fején. Válaszd a megfelelő pályára a megfelelő fegyvert. Ne akarj erőlködni egy sotival egy nyílt terepi pályán. Ne akarj erőlködni egy submachine gunnal egy nyílt terepi pályán, a válasz egy erősebb, hosszú távon komolyabban ható fegyvert. Kis pályára választasz egy submachine gunt, ha kezdő vagy, ha tapasztalt játékos leszel, mehetsz shotgunnal, mert akkor fog igazán siker élményed lenni. Na most, ezek voltak a tippek, ezt most ha gondoljátok, megfogadjátok, megszeretitek, stb. Ezeket 10 év tapasztalata mondatja velem, hanem egy kicsivel több, mint 10 év tapasztalata, és ti döntitek el, hogy akartok egyáltalán Battlefield 3-azni, hogy hogy megy nektek ez a játék, de én egyet mondok, addig nem tudsz Battlefield-ezni, amíg meg sem próbáltál játszani. Nos, ez lenne a záró motto, és köszönöm a figyelmeteket. Necroclean voltam, sziasztok!